A hangszintér és a Hermann László Zeneiskola furuja, fuvola, klarinét, szaxofon és zongoraszakos diákjai adtak koncertet szerda este a Szent Kristóf templomban. A jótékonysági koncertet harmadik alkalommal rendezték meg, az első évben a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány működését segítették, a tavalyi, illetve az idei évben szerettek volna lokálisabb célt keresni. Az egyház közösségnek is vannak kötődései a sörédi táborhoz. Ez ugye alapvetően egy egyházi táborként indult, ahol fogyatékkal élő felnőtteket tudnak nyaranta táboroztatni több turnusban is. És van egy turnus, amivel egészen szoros kapcsolatunk van, és most már második éve, tehát tavaly és az idei évben is ennek a turnus számára rendezzük meg ezt a jótékonysági koncertünket. A sörédi tábor egy katolikus pap kezdeményezésére jött létre 1984-ben. A táborokat ma már a Teljes Élet Alapítvány szervezi, és teljes mértékben csak az adományokból befolyt összegből hozzák létre. A tábort azt az 1%-os személyi jövedelem alól felajánlásokból tartjuk fent. Szerencsére nagyon sok felajánlás érkezik minden évben, ezen kívül pedig magánadományokat kapunk, illetve előfordul, hogy cégek is támogatnak minket, illetve még egy-két esetben akár mondjuk nagyobb élelmiszerláncok is előfordult, hogy így a támogatók között voltak már. Szabó Alexandra hozzátette, nagyon hálások az adományokért, mert az ilyen kezdeményezések nagyban elősegítik a tábor megszervezését.